Énekléssel vonultak Recsk utcáin régi viseletbe öltözött fiatalok advent utolsó szombatján. A karácsonyi magyar népi szokást 4 éve élesztették fel a faluban. Ott járjuk a házakat, és akkor megvendégelnek, egy kis műsort adunk elő, énekelünk, aztán verset mondunk. Az általános és középiskolások műsora a házigazdáknak is nagyon tetszett. Az a régi gyerekkoromot idézi fel, amit sajnos ugye nagyon hosszú idő óta nincs már, és én ennek nagyon örülök, mert ezt a mai fiatalságnak is meg kellene tapasztalni, hogy régen milyen is volt. És úgy látom, hogy utánpótlás is van. A helyi civil kezdeményezés célja az, hogy a több évtizede feledésbe merült keresztény hagyományt felelevenítsék a faluban. A valódi karácsonyi történetet, tehát Jézus Krisztusnak a születését mutatja be. A gyerekek verses formában elmondják, hogy hogyan történt ez a nagyszerű esemény, és megmutatják, hogy az Isten valóban közel van hozzánk. A műsort követően a házigazdák mindenhol étellel és itallal várták a betlehemeseket. A helyi paraszti misztérium játékot jövőre is megrendezik a településen.